Na, hát egy apró egészségügyi baki miatt megkésve, de végül elkerülhetetlenül is megérkezett a korábban beígért Scorn Story videó. Készüljetek, mert úgy néz ki, hogy ez hosszú lesz, még úgy is, hogy egyébként igyekeztem a lényegre szorítkozni, többnyire. Annyit egyébként itt is elmondanék, hogy a videóhoz használt képanyag továbbra sem meríti ki a gyermekbarát content fogalmát, valamint időközben láttam, hogy több külföldi tartalomgyártó is előállt a saját meglátásával a sztori vonalon. Fontos leszögeznem, hogy én csak és kizárólag a saját végigjátszásom alatti tapasztalatokra fogok építeni, és semmilyen külső segítséget nem használtam saját teóriám felállításához. Ennek megfelelően simán előfordulhat, hogy valamit nem vettem észre, amit más igen, így téves következtetésre jutottam a cselekmény levezetése közben. Ha nektek is van saját konteótok, elképzelésetek, akkor azt kommentben nyomhatjátok majd bátran, mert a spoiler fogalma én azt gondolom, hogy ennél a videónál amúgy sem lenne értelmezhető. Köldök Zsinór kicsatol, intro, kezdés! A nyitó jelenetben már is egy idegen bolygót láthatunk, ahol egy humanoid életforma kúszik a homokban, láthatóan kevésbé jól viselve a barátságtalan környezetet. A cél egy távoli épület elérése, de aztán a nagy fetrengés közepette főhősünk alatt szerencséjére beszakad a talaj, és az elérni kívánt komplexum egy föld alatti folyosóján találja magát idejekorán. A beltéri környezet látszólag jót is tesz neki, hiszen immáron már két lábon állva tudja folytatni az útját. A történések kezdetén még nem teljesen volt világos a számomra, hogy akkor mi most éppen kijutni szeretnénk majd valahonnan, vagy egyéb fontos teendőinket intézzük. A később kialakuló események fényében én az utóbbira voksoltam most. Szóval haladunk előre, nyitogatjuk az ajtókat és szép sorban működésbe hozzuk a régen használt eszközöket, gépeket, melyeket az ismeretlen helyszín rejt. Egy ponton eljutunk majd egy nagyobb masinához is, mely egyfajta különleges biológiai anyagot tartalmaz, ami a környezetével heves reakcióba lépve újfajta szerves organizmusokat tud létrehozni. Na most, működésbe hozva a szerkezetet valami félrecsúszik, mert egy váratlan robbanás következtében az anyag kikerül a zárt rendszerből, és belepi az egész termet, beleértve főhősünket is, akit szó szerint maga alá gyűr a kiömlő matéria. A következő kép pedig az lesz, hogy egy tojásból esünk ki, köldök zsinórral a gyomrunkban. Nagyon gyanús, hogy akit újonnan irányítunk, az nem ugyanaz a lény, akivel a játékot kezdtük, mert a bal kezén nincs már a beleütött kulcsszerű eszköz, ami az előző karakterünknél még megvolt. Nevezzük így hát őt kettes számú alanynak innentől. Egyeshez hasonlóan, szintén a sivatagban találva magunkat, ismét el kell indulnunk valami fedett épület irányába. Utunk pedig számtalan holttest mellett vezet majd, mire biztonságos menedékre lelünk. Belépve az épületbe, feltűnhet, hogy van valami ismerős az amúgy ismeretlen falak között. És ez alig ha véletlen műve, ugyanis a helyszín megegyezik a korábban bejártal, csak most szerves anyag borítja a falakat a korábbiaktól eltérően. És akkor jön is a gyanú, hogy bizony itt nem kevés idő telhetett el a robbanás óta, melyet az első számú alany okozott. Hónapok, évek, évtizedek nem lehet tudni, de az biztos, hogy elég idő ahhoz, hogy a biológiai anyag elég sok mindennel reakcióba lépjen. Egyébként a baleset kiváltó okára is van egy elméletem. Amikor aktiváltuk a biomasszát tartalmazó gépet, akkor lebegőfényes gömbszerű drónok emelkedtek ki a falból, és kezdték el permetezni a géppel összekötött oszlopokat. És ezek szerintem valami fajta hűtőanyagot vagy fertőtlenítőszert, esetleg forró gőzt fújtak, hogy A. megóvják a gépet a túlhevüléstől, B. az esetlegesen kifolyó invazív biológiai anyagot semlegesítsék és kordában tartsák. Na most, mivel ezt a gépet csak úgy tudtuk eredetileg működésbe hozni, hogy az egyik oldalon szét kellett csapnunk ezeket a drónokat, így lehet, hogy akaratlanul is, de mi magunk lettünk az okozója nem üzemszerű működésnek. Az eredmény szempontjából mondjuk ez mindegy ugyan, de talán érdekességnek ez is elfért itt. De vissza a sztorira. Szóval kettes számú alanyunkkal ismét a folyosókat járjuk, aztán egyszer csak nyakunkba potyan hű utitársunk egy szimbióta. Aki figyelt, annak feltűnhetett már, hogy az előző videómban is nem parazitaként hivatkoztam kis barátunkra, és ez így ebben a formában pedig szándékos volt, mert a kettő lény között egyfajta mutualizmus van, és nem csak egyoldalú a kapcsolat. Erre bizonyíték, hogy a lény segít cipelni a különböző tárgyakat, amennyiben a kezeink tele vannak, és nem csak a belezésünkkel van folyamatosan elfoglalva. Mielőtt itt tovább mennénk, egy fontos megállapítást kell tennünk, mégpedig azt, hogy a szimbióta valószínűleg nem más, mint egyes számú alany mutálódott formája.
mik az erre utaló jelek. Az egyik, hogy bal karján látható, hogy már korábban kulcsot ütöttek rá. A második, hogy ránk tekeredve a földön egyből megtaláljuk a korábbi kedvenc lékelőnket, mely össze van kötve a lénnyel. Illetve ha visszagondolunk a játék nyitó képsoraira, akkor a kúszós jelenetnél feltűnő volt, hogy két külön helyszínen is hasal két eltérő karakter. A dolog nagyon úgy néz ki, hogy itt mindkét esetben egyes számú alanyt látjuk két eltérő időségben. Az egyik jelenetben lehet is látni az előttünk álló reaktort, melyet addigra már benőtt a szerves anyag. Ebből pedig az is következik, hogy a menüben látható lény szintén egyes alany mutálódott változata, mert ahogy ráközelít a kamera, láthatóvá válnak a csontos fogai, mely normál esetben bőrrel lenne fedve. Ráadásul a kúszása közben egy pillanatra lehet is hallani ugyanazt a hangot, amelyet hallhatunk később, ketteskével bandukolva a folyosókon. Itt pedig jogos a kérdés, hogy akkor most ki is a játék igazi főszereplője? Egyes vagy kettes alany? Esetleg mindketten? Az én válaszomat a végjáték adta meg, de ne ugorjunk ennyire előre, mert vannak még itt részletek, melyek fölött nem érdemes elsiklani. Szóval, egyes és kettes alany immáron összefonódva haladnak tovább, útjukat pedig még több holttest és félig meddig haldokló, vagy éppen kínlódó lény övezi. Ezeket a bestiákat látva elfogott az érzés, hogy egyikük sem tűnik teljes és életképes egyednek. Létezésük az evolúció egyes holtágainak eredményének tűnik pusztán, és nem is többek ösztönös teremtményeknél. Élni szeretnének, de nem tudnak. Szóval így bandokulunk tovább, intézzük a dolgunkat, öljük a szörnyeket, kapcsolgatjuk a kapcsolókat, és a játék legvégére el fogjuk érni célunkat, melyet most egyszerűen csak hívjunk úgy, hogy a katedrális. Ide egy vasútszerűséggel juthatunk majd el, és észrevehetjük, hogy bár a biológiai anyag nem jutott be a belső terekbe, de ugyanakkor valami ismeretlen okból erősen erodálódik a környezet gyakorlatilag folyamatosan. Itt rengeteg szobrot és domborművet tekinthet meg az, aki érdeklődő, és én nagyjából itt kaptam képet először arról, hogy mi is lehet itt az alapfelállás. Adva van egy civilizáció, mely valamilyen okból kísérleteket folytat reprodukciós témában. Láthatunk hagyományosan közösülő férfi és női egyedeket a legkülönfélébb pózokban, néha még azonos nemű párok sem vetik meg az örömszerzést. A bejárathoz vezető lépcsősor mellett viszont láthatóak olyan szobrok, melyek férfi egyedeket ábrázolnak, és valami van a lábuk között. Most elsőre én azt hittem, hogy ez egyfajta idealizált pénisz megformálás, mint egyes törzsi szobroknál, ahol eltúlzott méretekkel faragják ki a hímtagokat. Hát legalábbis remélem, hogy eltúlzott, mert ellenkező esetben nagyon rosszul érezném magam. Szóval több szobrot is szemrevételezve módosítottam az álláspontomat, hogy itt én azt gondolom inkább egy idegen fajjal történő reprodukciós kísérletet láthatunk inkább. Ez ugyanis nagyban megmagyarázná az eltérő kinézetű testeket, melyeket az utunk során láthattunk. A legtöbb nagyon hasonló, de mégsem ugyanolyan. Ez a változatosság a falon található faragványokon is tetten érhető. És ezen a ponton még az is feltűnt, hogy a mászkálások alatt egyetlen egy női holttestet sem lehetett látni a számtalan halott között. Mi lett a nőkkel? Kihaltak? Eltűntek? Lehet ezért kezdett kísérletezni ez a civilizáció a reprodukcióval, mert hagyományos úton már nem tudtak új egyedeket szülni? Exakt válasz nincsen, minden esetre az látható, hogy bárhogyan is kezdődött, gigantikus, ipari léptékekben állították elő az újabbnál újabb egyedeket, és tették ezt igen alacsony eredményességi mutatóval. Komplett csővezetékek és lefolyók épültek a félre sikerült, torz, esetenként életképtelen teremtmények eltüntetésére. Egyes folyosókon még savas zuhany is helyet kapott az esetleges holttest torlódás megszüntetésére. A játék vége felé pedig láthatunk présgépeket is, melyekbe a csecsemőszerű lényeket pakolták, így kinyerve testnedveiket, melyeket üzemanyagként használtak az újabb próbálkozásaikhoz. Érdekesség, hogy ezeknek az apróságoknak egyébként próbáltak testet építeni, hogy életben tartsák őket, ráadásul ezeket a testeket még fel is fegyverezték, tehát itt az is lehet, hogy védelmi célokat szántak nekik eredetileg, de hát aztán itt is csak félrecsúszott valami. Ez a civilizáció viszont egy dologra azonban nagyon-nagyon ügyelt, mégpedig arra, hogy az összes vezérlőpanel, melyet építettek, csak a velük testazonos egyedekkel legyenek működtethetőek.
mindenhova ujjainkat vagy karunkat kell behelyeznünk, hogy aktiváljunk egy adott eszközt. Arról nem is beszélve, hogy egyes kapcsolók kinézete mennyire utal a faj testiséghez való viszonyára. Például az a mechanika, ahová az öt ujjunkat kell bedugni, hát nekem erőteljesen hasonlít valamire, amit eddig csak nőkön láttam. Na de vissza a cselekményre. A katedrális középső termében találhatunk kettő darab jó állapotban lévő testet, melyek gyanúsan nagy hassal rendelkeznek. És itt kettő lehetőség is van. Az egyik, hogy állapotosak, a másik, hogy iszonyat mennyiségű málna szörpöt ittak még a lefekvés előtt. De én most az első változatnál maradnék, mert csak úgy fogja kiadni magát az általam vázolt végkifejlet. Szóval láthatjuk ezt a két lényt, melyeket jobban szemügyre véve feltűnhet, női jegyeket nem igazán hordoznak állapotuk ellenére sem. Sőt, még az arcuk is eltérő az eddig látott idegenekétől. Ezek szerint valahogy talán sikerült megtalálni a megoldást a lényeknek, hogyan lehet a fajnak sikeresen reprodukálnia magát. Akárhogyan is, a két test mozdulatlanul fekszik, tudattalanul. Némi mászkálás, boss fight és préselgetés után utitársunk már túlzottan elkezd majd ragaszkodni hozzánk, testünket ugyanis elkezdi benőni valamiféle tövises, faák-szerű képződmény. A mászkálások alatt egyébként észrevehettük már, hogy a szimbióta szorítása időről időre egyre erősebb lesz, és egyéb mutációk is végbe mennek, melyek erősítik a kapcsolatot egyes és kettes között. Viszont a katedrálisban egészen odáig eszkalálódik a probléma, hogy a kezeink használhatatlanná válnak, így kettesnek nem nagyon marad más választása, mint hogy végleg megszabaduljon egyes ragaszkodó ölelésétől. A műtét alatt lesz lehetőségünk jobban megvizsgálni barátunkat, aki ugye tagadhatatlanul hasonlít a játék elején a földön is fekvő figurára, ezzel mint egy igazolva azt, amit korábban állítottam. Illetve az, hogy létezik egy olyan gép, ami leválasztja a gazdatestről az esetleges potyautasát, az számomra arról árulkodik, hogy ez egy korábban is ismert mellékvágánya volt a kísérleteknek, így az idegenek felkészültek erre az eseményre is. Szóval a sikeres beavatkozás után egyeskétől megszabadulva felmászunk a központi teremben található műtőelványra, ahol ahelyett, hogy összeraknának minket, inkább erőteljesen tovább szabdalják a testünket, és a koponyánk felső részének eltávolítása után elménket rákötik a plafonon található központi tudatra, melyhez láthatóan már korábban is lettek csatlakoztatva egykori társaink. Itt a tudatunk hirtelen elhagyja a testünket és átveszük az irányítást a két állapotos test felett, melyek a látszat szerint egyéni tudattal egyáltalán nem rendelkeznek, ugyanis eddig a pontig meg sem mozdultak. A két új testet irányítva, kettes alany testét kiszabadítva megindulunk egy portál felé, mely gyaníthatóan a kiutat jelenti. Megfigyelhető, hogy a központi tudattal történő kapcsolat alatt folyamatosan szabdalják kettes bélrendszerét. Na de vajon miért? Ha emlékszünk, akkor feltűnhetett, hogy maga a szimbióta is időről időre újra rámarkolta beleinkre az utazásunk során, ezzel látszólag nagymértékű fizikai kínokat okozva kettesnek. Itt élek a gyanúperrel, hogy a fizikai fájdalom az segíti a biztonságos kapcsolat megtartását a különböző tudatok között. Legyen szó kettes és a központi tudat kapcsolatáról, vagy akár egyes és kettes közöttiről. A cél egyértelműen a fájdalom és nem a visszafordíthatatlan kár okozása a testben, hiszen akkor egyéb szerveket vett volna célba a szimbióta is, és a műtős robot is egyaránt. Na szóval, a végjátékban, ahogy haladunk kifele a teremből, kettest folyamatosan nyiszítelve, az új állapotos test irányítása felett kezdjük szép lassan elveszíteni a kontrollt, ezért egyre lassabban haladunk, majd végül meg is szűnik a kapcsolat. Feltetően itt arról van szó, hogy túl messze kerültünk a központi tudattól, merről leválva elménk visszatér kettes alany testébe, majd a háttérből felbukkan egyes, aki a mozdulatlan, tudat nélküli új generációs testet félrelökve ismét ránk csatlakozik, és immáron véglegesen egyé válik velünk. Itt láthatunk egy montást egy kafkai átalakulásról, majd elsötétül a kamera, vége. Gondolhatnánk, de valóban vége van? Nem lehet, hogy csak most kezdődik inkább? Hiszen egyik karakter sem halt meg. Látható, hogy ez egy átalakulásnak a kezdete. Átalakulás valami mássá, valamivé, ami eddig még nem volt. A végső kép, amit látunk, az nem egy végállapot, csak egy stációja az odavezető útnak. És ki tudja, mi lesz a végeredmény? Na, ez az információ, amit a fejlesztők biztosan nem mondanak el nekünk itt és most. Az én meglátásom, hogy valami új, valami, ami sokkal erősebb, mint amit ez a bolygó valaha is látott.
Ott a portál küszöbén, ahol minden szerves anyag eróziónak indult már, egy új típusú élet képes emelkedni, melyen láthatóan egyáltalán nem fog az enyészet. Ej, ha itt előre lehetne tekerni az idő kerekét, és láthatnánk, hogy mi lesz egyes és kettes egyesülésének végső állomása. Az bizony sok választ megadhatna, de ezen a ponton tényleg csak a saját fantáziánkra vagyunk utalva. Vajon egy új központi tudat jön létre, ami testi jegyeit tekintve amorf marad? Vagy a hatalmas fejkezdemény egy a háttérben is álló óriási szoborszerű lény korai állapotát mutatja nekünk? Ki tudja? És számít ez egyáltalán? Ezen a ponton viszont tényleg csak a fantázia marad, így mindenki eldöntheti magának, hogy mire voksol. Mivel azonban jócskán túléptem a magamnak engedélyezett időkeretet ezzel a történettel kapcsolatban, így ezennel én búcsúzom is, noha pár apró részlet kimaradt, de talán a fő cselekmény szempontjából ezek nem is annyira voltak lényegesek. Ti hogyan láttátok a cselekményt? Van, amivel egyet tudtok érteni, vagy teljesen más vonalon gondolkodtatok? Ha van mit, akkor osszátok meg bátran. A legközelebbi viszonttalálkozásig pedig mindenkinek hosszú és eredményes játékot kívánok, legyetek jók, sziasztok!